Évindítón egy interjút adott a kecskeméti televíziónak Szemerei néphat, Klódia polgármester. 100 sportolót és 60 edzőt köszöntöttek ma délután a városházán. A magyar nemzeti Bankal elnöke virág barnabás volt a Kölcs Körpódium beszélgetés vendége. Jó estét kívánok, kedves nézeink, Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják péntek este 19 órakor. Jelentős kedvezményeket terveznek bevezetni április 1-től a helyi tömegközlekedésben. Homokbányán P plusz R parkoló épül, és a buszflotta további modernizálásának előkészítése is zajlik. Többek között ezekről beszélte a KTV-nek adott évindító interjújában Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. A teljes interjú jövő csütörtöki közélet című magazinóban lesz látható. Évindító nagy interjút adott a Kecskeméti Televíziónak Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. A KTV ügyvezető főszerkesztője Kozák Polet kérdéseire válaszolva áttekintette az elmúlt időszak legfontosabb fejlesztéseit és az előttünk álló év legsürgetőbb feladatait, terveit. Kiemelten tér ki a helyi tömegközlekedés fejlesztésére, mely egy április 1-től bevezetendő jelentős tarifareformból, infrastruktúra fejlesztésből és a buszflotta modernizálásából áll most bevezetünk egy nagyon kedvezményes tarifarendszert, amivel bízunk benne, hogy még, még kedvezőbb, még többen fogják igénybe venni a buszainkat, P-pluszer parkolók kerülnek kialakításra. Reméljük, hogy ez is egy olyan ösztönzőleg hat, hogy minél többen az autóról szálljanak át a buszokra. És tulajdonképpen a következő nagy lépés, hogyha már megvan a mennyiség, aki használja a tömegközlekedési rendszereinket, akkor még egy nagyobb szolgáltatásfejlesztést tudunk rajta elindítani. A homokbányára tervezett új P pluszer parkoló tavaszra készülhet el, és igény szerint tovább bővíthető lesz. Mint ismert, a buszflotta további modernizálásának előkészítése is zajlik. Ennek keretében 2025 elején megkezdődhet a hidrogén meghajtású buszok tesztelése a városban. Szemereiné Pataki Klaudia számos más témát is érint az interjúban, a bölcsödék, óvodák modernizációjától és bővítésétől kezdve, a sportinfrastruktúra fejlesztésén és a fiataloknak nyújtandó lakhatási támogatáson át a fenntarthatóság kérdéséig és az útfejlesztésekig. A teljes interjú a KTV közélet magazinjának jövő csütörtöki, február 15-ei adásában lesz látható. 105 sportolót és 60 edzőt köszöntöttek ma délután a Városházán. Ők azok a kiválóságok, akik 2023-ban Kecskemét város színeiben kiemelkedő eredményeket értek el. A mai eseményen szemerei volt, aki Klaudia polgármester hangsúlyozta, a sport hosszú évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be városunk életében. Nem csak az életmód vagy a testi egészség szempontjából fontos, hanem a közösségépítés, az összetartozás és a pozitív példák terjesztése miatt is. Minden évben hatalmas létszámmal ünnepel a város és a kiváló sportolók edzők közössége. Ma délután 100 sportoló és 60 felkészítő munkáját ismerték el. Ők azok a kiválóságok, akik 2023-ban Kecskemét város színeiben kiemelkedő eredményeket értek el. Az eseményen szemerei népat, aki Claudia polgármester elmondta, el kell ismerni azt a teljesítményt, azt a szorgalmat, alázatosságot, közösségépítést, amelyet ezek a tehetségek képviselnek. Egyrészt saját magukat is építik, fejlesztik, építik a közösségüket, építik családtagjaikat, barátaikat, szeretteiket, Építik azt a sportszövetséget, akik ott állnak mögöttük, és azokat az edzőket, akik kitartással és óriási nagy odafigyeléssel, szeretettel és szívósággal küzdenek azért, hogy jobbnál jobb eredményeket érjenek el. A polgármester azt is elmondta, mivel nem csupán a saját és a csapat hírét viszik a tehetséges sportolók, hanem a városét is, ezért mindenki köszönetet és elismerést érdemel a kiválóságok között szerepel Vórum Regő úszonyos úszó, aki már közel tíz éve űzi ezt a sportot. Amire a legbüszkébb vagyok, az a 2023-as junior világbajnokságon egyéni és váltóban is bronzérmet értem el, illetve a felnőtt Európa bajnokságon is egy 4 x méteres gyorsváltóban harmadikak lettünk, illetve tavaly még négyszeres országos bajnok is lettem. A fiatal szerint nagyon megtisztelő, hogy ezt a sok munkát, amit a sportolók beletesznek minden egyes versenybe, ilyen szép ünnep alkalmával köszönik meg. Az elismeréseket Szemeri Claudia Klaudia polgármester és János István sportért felelős tanácsnak adta át. Az eseményen levetítették a Kecskeméti Televízió által készített videót is, amely az eddigi Kecskeméti sikerekből mutatott be egy válogatást. Csütörtökön rendezték a Kölcsei Kör pódiumbeszélgetéseinek, soron következő alkalmát a Nagymajános Egyetem kampuszán. A meghívott vendég ezúttal a Magyar Nemzeti Bank alelnöke Virág Barnabás volt, akivel a magyar gazdaság Európában, illetve az európai gazdaság világban elfoglalt helyéről beszélgetett dr. Kárpáti József az Egyetem gazdasági karának dékánja. Szép számmal érkeztek az érdeklődők csütörtök délután a Naiman János Egyetem kampuszára, ahol a Kölcsei Körpódium beszélgetés sorozatának legújabb 45. előadására került sor. A vendég ezúttal Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt, akivel dr. Kárpáti József, a najmajános Egyetem gazdaságtudományi karának dékánja beszélgetett. Az esemény a Nemzeti Fórum Vármegyei Szervezetének, a fidesz KDMP vezetésének és a Kölcsei -Kör Kecskeméti Tagozatának szervezésében jött létre. A beszélgetés során Virág Barnabás kifejtette gondolatait a jegybankok feladatairól, az inflációról, a forint árfolyamának kívánatos szinten tartásáról, a magyar gazdaság elmúlt évtizedbeli és az utóbbi évek nehézségeiről. Beszélt arról, hogy Magyarország Európai Uniós tagsága milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent az ország gazdaságára nézve, és arról is, hogy elsősorban az élelmiszer és az egészségiparban lát nagy kitörési lehetőséget Magyarország számára a világpiacon. Szóba kerültek még a minden eddiginél fejlettebb online banki csalások és az azok elleni küzdelem, valamint a világban egyre inkább elterjedő kedvezményes kamatú zöld hitelek, melyek a vállalatok energia hatékonyabb működését hivatottak elősegíteni. Virág Barnabás a beszélgetés végén a nézői felvetésekre is reagált, így mindenki megválaszolatlan kérdések nélkül távozhatott az eseményről. 24. alkalommal rendezte meg a Ferencigida óvoda Csigabiga óvodája a Város óvodái között tehetséggondozás céljából a Bóbita Báb találkozót. A programon 8 kecskeméti óvoda 10 csoportja mutatott be népmeséket és állatmeséket. Az állat és népmeséké volt a főszerep pénteken délelőtt a Ferencída óvoda Csigabiga óvodájában. Ma rendezték meg 24. alkalommal a Bóbita báb találkozót, amelyen a város nagy csoportosai mutathatták meg ügyességüket és tehetségüket. Az idei rendezvényen 8 kecskeméti óvoda, 10 bábcsoportja szerepelt, mintegy 64 gyermek részvételével. A nagy csoportos óvodások a klasszikus bábjáték módszereivel népmeséket és állatmeséket adtak elő, a fellépő gyerekeket és a felkészítő pedagógusokat, intézményvezetőket, Pászti András önkormányzati képviselő és Kuri Páncél Csilla a Ferenci óvoda intézményvezetője köszöntötte. Mint elhangzott, a bábtalálkozó nem verseny, nincs rangsorolás. A zsűri szóbeli értékelést adott a gyerekek előadókészségéről és a felkészítő óvoda pedagógusok munkájáról. A díjazás azonban nem maradt el, az oklevél mellé ajándékot kaptak a gyerekek. A bábtalálkozóról mai kiemelő magazinunkban láthatnak hosszabb összeállítást. A mai napon faültetéssel kezdődött meg az Izsáki út már elkészült szakaszain a zöldítés, adott tájékoztatást a kivitelező. A jövő héten szintén ültetésre lehet majd számítani. Információink szerint először a Katona József gimnázium, valamint a körforgalom közelében. A mai napon a Four Points by Sheraton Hotel és a Naiman János Egyetem közötti szakaszon vette kezdetét a faültetés, ami az építési és beruházási minisztérium beruházásában zajló útépítéshez tartozik. A projekt területén 209 fát ültet el a kivitelező. Jövő héten a cserjék telepítése következik, amiből összesen 17.800 darab fogja díszíteni az útszakaszt, valamint a körforgalmat emellett 240 darab fenyőt is elültetnek majd a területen. A növénytelepítést az időjárás függvényében fogja elvégezni a kivitelező a többi munkálatok mellett. Különleges városházi programmal nyílik Kecskeméten a házasság hete. Február 10-én szombaton 10 órától közös ünnepség keretében köszöntik azokat a párokat, akik szeretnék házasságkötésüket megerősíteni. Az érdeklődők már most hétvégén több programelem közül válogathatnak. Magyarországon 17. alkalommal Kecskeméten 12. éve rendezik meg a házasság hete programsorozatot civil szervezetek és keresztény egyházak összefogásával február 10-e és 21-e között. Számtalan érdekes programmal készülnek idén is a szervezők. A nyitó rendezvénynek szombaton a Kecskeméti Városháza díszterme ad otthont, ahol 10 órakor ünnepség keretében köszöntik azokat a párokat, akik szeretnék házasságkötésüket megerősíteni. A házasság hetével egy időben startol a szerelmi kalantúra, ahol a párok vagy a már házasságban élő különleges randi helyszíneken játékos feladatok segítségével erősíthetik meg, újíthatják meg kapcsolatukat. A Katona József könyvtár programjai szombattól minden nap várják az érdeklődőket. Lesz könyvtári foglalkozás a szeretetről, családról, összetartozásról, kisiskolásoknak, irodalmi játék, magyar költők szerelmes verseivel tini olvasóknak. A Duna melléki református egyházkerület Rádai Múzeumában Muraközi János életét és festészetét ismerhetik meg a látogatók rejtvényes tárlatvezetés keretében, Február 10-től minden nap a Kecskeméti Görög Katolikus Kápolna évadnyitó zenés áhítatot tart a jegyesekért, házasságra készülőkért, házaspárokért, 17 órától 18 óra 30-ig. Február 11-én a hírös agórában a parfümkészítés titkaiba leshetnek bele azok a párok, akik előzetesen regisztráltak. A programokról a házasság hete programfüzetből érdemes tájékozódni, amely online formában elérhető és megtalálható a katonai József könyvtárban és a Rajsz Rajzpályázatot hirdet az alapítvány a 48-as hősökért a kecskeméti Katonai József Múzeum és a csemadok Dunaszerda helyi területi választmánya. Március 15-e alkalmából indul útjára a pályázat, 5 és 18 év közötti óvodások és diákok részére. Az alkotások szabadon választott technikával A4-es vagy A3-as méretben készülhetnek. A művek hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, a kép címét és a technikáját. Ha a pályázat iskolán keresztül érkezik, akkor az intézmény nevét az osztályt, illetve a felkészítő tanár nevét is rá kell írni a mű hátoldalára. Az alkotásokat március 5-ig lehet beadni, az eredmény március 15-én kerül sor a Cifra Balotában. A legtöbb pályaművet beküldő intézmény külön díjban részesül. Tegnap nyílt meg a Természetházában Szakolcai Krisztina Kecskeméti Természetfotós képeinek kiállítása a Pillanat Varázsa címmel a tárlat március közepéig látogatható február 8-án nyílt meg a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának látogatók központjában, a természetházában Szakolcai Krisztina természetfotós képeinek kiállítása. A Pillanat Varázsa című tárlatot Bella Rózsa képzőművész Gyoma Endrő díszpolgára, az alkotó egykori rajztanára ajánlotta a közönség figyelmébe. Szakolcai Krisztina a kardiológiai informatika területén szerzett doktori minősítést. A fényképezés gyermekkora óta érdekli, de tudatosan és komolyan, csak bő tíz éve foglalkozik a természet jelenségeinek megörökítésével. Leginkább a madárfényképezés és a tájfotózás érdekli, de sikeres képei vannak az asztrófotózás területéről is. Ahogy a első nyilvános kecskeméti kiállításának címe is mutatja, a pillanat varázsában hisz, kevésbé a hosszú előkészítő és szoktató megoldásukban. Amikor kimegyek mondjuk madarakat fotózni, annak hát inkább vadászati értéke van, mert nem etetemben, nem készülök föl, nincsen épített les, ahol el tudok bújni, hanem átszaháló alól próbálom az éppen pillanatnyi lehetőségeket megragadni. A fényképezésnek Szakolcai Krisztina életében elsősorban az a szerepe, hogy a mindennapi stresszből és rohanásból ki tudjon szakadni, megleshesse a természet fontos pillanatait, és képein keresztül nyugalmat, harmóniát és csendet tudjon közvetíteni a nézőinek. A kiállítása a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága munkaideje alatt március 14-éig lesz látogatható. Az év első hazai bajnokián a Diós György fogadta a KTE az OTP Bankliga 19, 19. fordulójának záró meccsén, írja a KTE honlapján. Izgalmas és fordulatos találkozón tartották itthon a pontokat, a kecskemét 2-1-re verte a Diós György. Horváth Krisztófer duplájával végül 2-1-re nyert tegnap este a KTE a Diós György ellen hazai pályán az OTP Bankliga 19. fordulójának záró meccsén. Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elmondta, nem volt egyszerű mérkőzés. A mérések alapján rendben voltak a játékosok, mégis azt éreztem, hogy bizonyos játékhelyzeteknél tompábbak voltunk. Elsősorban a széleken éreztem lemaradást, főleg a második félidőben. Nem voltunk jobbak a játékban, de hatalmas szívvel játszottunk. Az akarat diadala volt ez a mai, a kis padról cseréjénk jól szálltak be. Habár kiszenvedett győzelem ez, de nagyon boldogok vagyunk, hogy három pontot sikerült szerezni, hiszen egy ilyen jó csapat legyőzésének kiváló csapatépítő hatása van, fogalmazott a vezetőedző. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Jelentős kedvezményeket terveznek bevezetni április 1-től a helyi tömegközlekedésben, homokbányán P pluszer parkoló épül, és a buszfalotta további modernizálásának előkészítései zajlik. Többek között ezekről beszélt a KTV-nek adott évindító interjújában szemerei Pataki Claudia polgármester. Százös sportolót és 60 edzőt köszöntöttek ma délután a Városházán. Ők azok a kiválóságok, akik 2023-ban Kecskemét város színeiben kiemelkedő eredményeket értek el. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Virág Barnabás volt a Kölcsi Körpódium beszélgetés vendége. A Magyar Nemzeti Bank elnökével dr. Kárpáti József az Egyetem Gazdasági Karának dékánya beszélgetett. 24. alkalommal rendezte meg a Ferenci ida Csiga-Biga óvodája város óvodai között tehetséggondozás céljából a Bóbi báb találkozót. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták, hamarosan következik a kiemelő. Mai magazinunk vendége Kriskóné Dávid Mária a Népi Iparművészeti Gyűjtemény vezetője lesz, akivel az intézményben immár 40 éve eltöltött pályájáról beszélünk. Ezt követően betekintést nyerhetnek, mivel készül a Katoni József könyvtára a házasság hetén. Végezetül pedig megtekinthetik, milyen volt a Ferenc Ida óvoda, Csigabiga óvodájának bóbita báb találkozója. Olvassák és nézzék hírportálunkat a címhíros.hu a hírös híreket 20 óra 30 perckor és 22 óra 30 perckor. Éjszaka a képújság idejében két óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg, de ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. A hét című heti hírösszefoglalót szombat és vasárnap 19 órakor, illetve vasárnap és hétfőn reggel 7 és 9 órakor láthatják. Friss hírekkel legközelebb, tehát hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket. Viszontlátásra! Szombaton napközben közepesen vagy erősen felhős lehet az ég rövidebb, hosszabb napos időszakokkal, majd délutántól délfelől beborul. Estétől egyre több felé elered az eső, a déli szél megerősödik. Hajnalban 10 fokot, napközben 18 fokot mérhetünk. Vasárnap borult lesz az ég, éjjel és napközben összességében sok helyen eshet az eső, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 9 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 12 fok között alakul. Hétfőn közepesen vagy erősen felhős idő valószínű hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A nap első felében még több helyen lehet eső, zápor, az észak-nyugati szél megerősödik. A minimum hőmérséklet 5 és 8 fok, a maximum hőmérséklet 9 és 13 fok között várható majd.